Sziasztok, ez itt a Heti Dynamics Super DB Heroes-os verziója, méghozzá a 14. epizódjával. Nagyon jó erőket láthattunk a mostani részben, és hát tényleg történt valami az Android fúziónkkal, Kamio Rennel, viszont az új formája az lehet, hogy megosztja majd a nézőket. C17 és Piccolo jó akciókat csinált, Vegeta és Trunks is éledezni kezdett, viszont a műsort az Herc vitt el, valamint a rész végén Goku. Az Ultra Ösztön vissza fog térni, és hát nagyon is szükség van rá. Közben azt is megtudhattuk, hogy mire mennek az univerzum maggal, amivel képesek voltak megidézni a készítők a DBGT-t. Herc és a kockás képessége olyan hatást kelt, mint Gildarc ereje a Fairy Tail-ben. Ahogy ott, itt is a formára mentek rá, csak amíg Gildarc kockával tudja alakítani az ellenséget, képes vele pusztítani is, Herc eddig csak az auráját fokozta vele. Vagyis biztos, hogy tud mást is csinálni a kockáival, akár egy óriási támadásra is számíthatunk. Az aurájának az effektje ezúttal is szédítően jól nézett ki, és ahogy a kockák elvegyültek ezzel a jól kinéző aurával, olyan hatást értek el, mint amikor Goku a Kaioken-t használja. A kilövése, a repülése egy vonalban történt, ami szándékos volt, hogy lekövethessék a jelenetet, és látványban is oda tegyék a suhanást. A tévézénben is repültek bár így, de Superman is így szokta csinálni, felsuhan, választ egy irányt, aztán begyújtja a rakétát. Amikor letarolták Gokut, nem csak az animáció volt élménydús, hanem a brutalitás is, hiszen Herc megalázta a hősünket. Nem csinálta azért úgy, mint Frieza, de ha lett volna vér, akkor jelenet képes volna megidézni a DBZ-s korszakot. A C-17 Piccolo páros sajnos nem újított be, és ez csak a költségvetés megvonása miatt lehet. Igaz, hogy jól nézett ki a démon spirál és az, hogy belecsapódott az ellenségbe, de kétszer ugyanaz a taktika már nem jöhet be, hogy éppenséggel Piccolo hátat fordítva gyűjti az erejét. A másik visszafogás a kilövéseknél tapasztalható. Ugyan jól nézett ki az, ahogy Kamio Ren szenvedett ezek ellen a lövedékek ellen, de többször is ugyanezt a módszert használta. Megcsinálta a C-17 Piccolo páros, majd Vegeta és Trunks is lövöldözni kezdett. Miután az univerzum mag Herc által Kamio Renbe került, és meglett neki az új formája, véletőleg az erőnek csak egy részét kaphatta meg, és egyébként amit mi láttunk, az csak egy teszt volt csupán. Herc nem saját magán akarta a kísérletet, hanem más valakin, de ő is arra hajt, hogy egy új csúcsformát szerezzen. Hogy ez lehetséges, pontosan ekkor jön a képbe a DBGT, hiszen Omega Sharon is pontosan ilyen módszerrel tudott új formára szert tenni, azáltal, hogy elnyelte a kristálygömböket, és azt is tudta valamiért, hogy ez lehetséges. Herc szintén tudja, hogy új forma szerezhető az univerzum maggal, de az nagy kérdés, hogy honnan? Valaki leadta neki a drótot, vagy már valaki meg tudta ezt csinálni, már csak az a kérdés, hogy ki az? Létezett egy univerzum maggal alakot öltött harcos, aki például szolgálhat Hercnek, de az is lehet, hogy az univerzum mag erősítő csupa. Bárkinek tovább segítheti a fejlődését, és annál erősebb lesz az új formája, minél erősebb az illető. Kamio Ren óriás alakja a kevésbé lett jó választás, és két okból. Láttunk már ilyet Kambár aranyozott formájával, valamit nem akarták menővé tenni Kamio Rennek az új formáját. De ha arra akarnak rámenni, hogy az univerzum mag csak károsítja az alanyt és torz formákat hoz létre, akkor viszont jó. Ilyesmit csináltak a fúzió Zamasuval is, a DB Superben. De kétlem, hogy Hercet egy ilyen torz formában képzelnék el mondjuk a fináléban, mert azzal nem ütnének akkorát. Kamio Ren tombolása az aranyozarus Kambára hasonlított, így ismét érezni költséghatékonyságot a korábbi akciótervek felhasználásával. De a jelenetek ettől még nem lettek újra hasznosítva. Ez a lila sugár, amiket lőtt effektben nagyon jók, és jól kifejezték az erőt, a pusztítást. Ezzel a színnel újabb idézés történt, mégpedig az erők nagy tornájás Surge fúzióval, de ez most ezúttal véletlen, mivel Kamio Rennek alapból lila a színe. Amikor közösen lőtték meg Vegitáik az ellenséget, újfent spórolást kaptunk, de hát be kellett próbálkozniuk, és gondolniuk kellett a további küzdelmekre, ezért fogták vissza magukat. Aztán persze adtak a jóból a készítők, hiszen Kamio Ren nagyon jó mechanikus, illetve nagyon lüktető sugarat lőtt el, ami nagyon jól nézett ki. Az már furcsa volt, hogy Gokunak kellett normálként neki menni az ellenségnek a többiek helyett. De legalább meg tudta mutatni, hogy normálként is nagyot lehet harcolni, és ne felejtsük el, hogy többször is bizonyította már, hogy ő normálként igen erősnek mondható. Ahogy ügyeskedett, próbálkozott, az Ozaru Vegeta is előjött a Saiyajin szagából, sőt még inkább, amikor Kamio Ren össze is akarta szorítani. Az Ultra Ösztön ezután tűnt fel, sőt olyan szinten, hogy még az ellenfél nem is tudta utána tartani Gokut. Egyből elengedte, a készítők pedig remekül tették képernyőre a formát, a stílust. Hiába láttuk már többször is, most is lenyűgözően hat a nézőre. A részen kívül két érdekesség is van még, ebből az egyik az új téler a Heroes játékból.
Egyelőre csak bemutató formájában, így az igazi előzetest még nem láthatjuk. A durranás az, hogy a Szenó Trunks van benne, aki vörös hajjal látható, ami a vörös forma isteni alakjára utalhat. Ha ez igaz, akkor a készítők megválaszolták azt nekünk, hogy a nem teljes vérű Saiyajinok el tudják-e érni az isteni alakokat, mint például Trunks, Gohan, illetve Goten. Mivel a Szenó Trunksnak betették, a jövőben kitárulhat a kapu a kék Gohan előtt, ami óriási lenne a DB Super folytatásában. Még a másik érdekesség, a mester ultraösztönös Gokuval függ össze, a kis harkányütést tudott csinálni az új Super DB Heroes játéknak a DLC előzetesében. Ilyen vállalást a Xenoverse 2 csinált még a kék Gokuval, mert ott is sárkányütést tudott csinálni. És ha a játékokban ennyire akarják, hogy képes legyen Goku erre a technikára, és ne csak ugye az emlékezetes 13-as mozifilmben, akkor betehetnék ezt neki a fő történetbe is, és ezzel a hősünk nyerne egy új titkos fegyvert. Ha szerintetek is jó ötlet a félvér Saiyajinek istenné változása, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feljetek, számítotok-e Szenós erősítésre Gokuék számára az animében. Ez volt a heti animék Super DB Heroes-os változata erre a hétre, találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellosztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.